Szerdán közös városnézéssel indult a programok sora a Horváth Boldizsár Technikum cseh vendégei számára, miután megérkeztek Szombathelyre. A Vasvár megyei közgyűlés és a szakképzési centrum mellett egy hazai bank is támogatja a két intézmény kapcsolatát. Nagyon meleg fogadtatásban volt részünk. Eddig minden nagyon jól szervezett. Volt egy csodálatos előadás, és megnéztük a város nevezetességeit, a székesegyházat, a múzeumokat, az utcákat és így tovább. Nagyon jó, hogy tanulhatunk a magyar kultúráról. A hét külföldi diák 4 eseménydús napot tölt a városban, ez alatt angol nyelven kommunikálnak magyar társaikkal. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Egyrészt gyakorolhatjuk az angolt, másrészt új emberekkel találkozhatunk, és megismerkedhetünk az itteni kultúrával. Csütörtökön és pénteken közös tanórákon vettek részt a két iskola tanulói. Riffel Katalin angol óráján csoportmunkában próbáltak közös jellemzőket felfedezni egymásban. Nagyon kedvesek és tényleg nyíltak ugye a mi kultúránkra is, és mi is az övükére. És hát ugye, mikor a város nézték, akkor ők is meséltek ugye pár szokásról, amik ők is ugye hasonlóak, mint a miénk. Például az, náluk is van egy hasonló fajta történelmi karnevál, mint itt. És hogy érdeklik őket tényleg ez az egész, és hogy az angoluk is nagyon-nagyon jó. A közös tanórákon túl üzemlátogatás, valamint sport és kulturális programok is várták a cseh vendégeket. Magyar népdalokat fognak hallgatni tőlünk, tanároktól. Ezt követően Faludiné Lovas Henriett csapatával egy táncbemutatót látnak, utána egy közös tánctanulás lesz, és ezt követi egy közös röplabda mérkőzés a tornatermünkben. Szombaton pedig hazautaznak, délelőtt még egy kis városnézés, vásárlás, és dél körül fognak hazautazni. A tervek szerint a két intézmény kapcsolata tovább folytatódik. A szombathelyi iskolából februárban utazik egy csoport Csehországba.